Az év megszokott idejében kijött a Samsungnak az új termékcsaládja, és abból megkaptuk az S23 Plus-t és az S23 Ultrát, és ezt fogjuk ma itt a Margit-szigeten tesztelni és bemutatni nektek. Én Vencel Máté vagyok, ez pedig a Notebook.hu új termék bemutatója. Nézzük először a külsejét. A Samsung nem változtatott túl sokat, megmaradt a jól bevált formánál. Az S23-nál látszik, a sima plusznál, hogy egy kicsit lekerekítettebb, míg az Ultra megmaradt ennél a szögletes formánál. Anyaghasználat terén sem változott sokat a két telefon. Elő-hátul üveg borítja, pontosabban Gorilla Glass, és mind a kettőt körbe egy alumínium borítás védi. Az Ultra kapcsán még annyit, hogy van benne egy kicsike érdekesség, hogy a telefon aljában megtalálható az S Pen, amivel könnyebb lesz a jegyzetelés, és a telefont is használhatjuk. Beszéljünk a specifikációkról. Mind a két telefon egy Snapdragon 8 második generációs processzort kapott, ami jelenleg a leggyorsabban működő processzor. Alapvetően mind a két telefon 8 GB-mal rendelkezik, de az Ultrának van 12 GB-os verziója is. Még a belsőségek terén ne feledkezzünk meg az aksiról. A kisebb egy 4700 mAh akut kapott, míg a nagyobb egy 5000-eset, ami azért fontos, mert nagyobb kijelzőhöz ez indokolt. Ha már a kijelzőknél tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a plusznak 6,6 incses Full HD Plus kijelzője van, míg az Ultrának 6,8 incses Quad HD Plus. Ja, és mind a két telefon képes 120 Hz-es képfrissítése, szóval hogyha görgetünk, az nagyon smooth lesz. Még az Ultra kapcsán annyit, hogy ennek a telefonnak 1750 nites fényereje van, ami azt jelenti, hogy tűző napsütésben is úgy látod a telefonodat, mintha egy sötét szobában ülnél. És végre most elérkeztünk a kamerákhoz. Először is az S23 Plus, aminek a main kamerája 50 megapixeles, a nagy látószögű kamerája 12 megapixeles, a telefotója 10 megapixeles és a selfie kamerája 12 megapixeles. Ezzel ellentétben az Ultrának a main kamerája 200 megapixeles, a nagy látószögűje ugyanúgy 12 megapixeles, a telefotója az 2x10 megapixeles és a selfie kamerája ugyanúgy 12 megapixeles. Mi azért jöttünk ki a Margit-szigetre, hogy ezeket a kamerákat kipróbáljuk és megnézzük, hogy melyik kamera mit tud, és utána kicsit jobban ráfókuszálunk a 200 megapixelre, mert azért ez elég sok. Na szóval jöttünk a Margit-sziget sarkán. Azért jöttünk el ide, hogy le tudjuk fotózni a parlamentet, és meg tudjuk nézni, hogy messzire milyen jó ez a két kamera. Na most meglőjük ezt a képet a parlamentről mind a kettőnek a 10x-es kamerájával. És most a 2x30-szoros zoom. Nézzük meg, ez a két kamera mit tud közelibe ezekkel a lakatokkal. Ha már itt vagyunk, akkor csináljunk pár jó kinéző hidas képet mind a kettővel. Na nézzük meg, mit tud ez a két kamera portréban, de mivel nincsenek itt jelentkezők, hogy fotóznának, vagy fotózhassuk őket, így hát operatőr ismerősömet fogom lefotózni. Na feljöttünk ide a Margit-szigetre, hogy megnézzük, hogy mit tud ez a 100x-os zoom. Lelövöm a várat. Az ott a várnak a kupolája, azt figyeld. Azt nézd. Hát elég pixeles, de ezzel semmi baj ahhoz képest, hogy 100x-os zoom, és van benne stabilizátor, ami segíti azt, hogy ezt a 100x-os zoomot megfogja, és te tudta stabilan tartani a kamerát, és tudjál jó képet lőni vele. Ha érdekel ez a két telefon, akkor nézzél fel a notebook.hu oldalára, ott meg fogod találni őket. Én Máté voltam, és köszönjük, hogy végignézted ezt a videót, iratkozz fel, és nyomj egy lájkot, hogy legyen több termékbemutató.